A budafoki borlap azért is különleges, mert öt különböző bortermelő vidékről palackozzák a borokat itt Budafokon. Most a balatonboglári borokkal ismerkedünk Bitay Gergő szomelével és a Katona pincészet tételeivel. Fehér borokról van szó. Mely fehér borokat választottad a borlapra, Gergő? Katonáitól a Semillon van, illetve a hosszú dűlő Chardonnay van a borlapon. A Semillon az egy elég ritka szőlőfajta Magyarországon, Franciaországban inkább közkedveltebb, de nagyon érdekes színfoltja a palettának, mert, mint mondtam, kevesen termesztik. Egy nagyon érdekes borról van szó, picit hasonlít a Chardonnayhoz, ugyanilyen kört és almás egyeket lehet benne felfedezni, és olyan embereknek is tudom ajánlani ezt a bort, akik már a vastagabb, élettebb fehérborokat kedvelik. Igazából, hogyha egy rendezvényt szervezünk, akkor ez egy nagyon Jolly Joker bor, mert hogyha jön több száz ember akár erre a rendezvényre, nem tudjuk mindenkinek az ízlését, akkor nyugodtan választhatjuk ezt a tételt, mert ezt tetszeni fog azoknak is, akik a lágyabb borokat, illetve azoknak is, akik a testesebb borokat kedvelik. És ételt konkrétan mit javasolnál? Maradjunk ennél a körtés vonalnál, egy körtés ételeket javasolnék, de nem édeseket, még nem a desszertnél tartunk, hanem egy olyan gyümölcsös húst, esetleg körtés szárnyast elkészítve, vagy egy körtés salátát, amiben mondjuk fetasajttal, esetleg mozzarellával készített salátákat, azokat nagyon szépen el tudja vinni. Mit kell tudnunk a Katonáik hosszú dűlő Chardonnay-áról? A hosszú dűlő Chardonnay egy dűlőszeletelt Chardonnay, ami azt jelenti, hogy kifejezetten erről a dűlőről származó szőlőket készül ez a bor. Ez azért fontos, mert minden dűlőnek más és más érvényes tulajdonságai vannak. És ez a Chardonnay, ez szintén egy fahordóban érlelt borról van szó, egy barik hordóban érlelt borról van szó, de nagyon szépen használják a zsófiék a fahordót, mert nem telepszik rá a borra. Ez nagyon fontos, mert korábban a fát nagyon előszeretettel használták, és viszont nagyon túlzóan is használták a borászok, és diszharmonikus lett a bornak az ízvilága, nagyon intenzív volt benne a fa. Hogyha egy picikért megtámogatja hátulról a bor aromáit, akkor ez egy szép elegáns bor tud belőle készülni. A Chardonnay egy nagyon közkedvelt szőlőfajta. Chablis egyik legkiemelkedőbb területe ennek a szőlőfajtának a termesztésében, tehát Burgundiában járunk, és a Chablis egy picit etalon a borászok szempontjából, szemében. Hasonlót szeretnének mindenki produkálni, mint amit a Franciaországban készítenek. És milyen ételt javasolsz mellé? Ehhez a borhoz vastagabb ételeket is lehet felszolgálni. Még mindig maradunk a szárnyasoknál, illetve a könnyű húsoknál, tehát nem megyünk el a marhahúsokig, de talán meg tudunk mellé kockázhatni, hogy mondjuk egy sertésszűzt miért már ide föl lehetne tenni mellé, ami mondjuk tejszínesen van elkészítve. Tehát nagyon fontos az, hogy az étel hogyan van elkészítve, mik a domináns fűszerek benne. A teljes budafoki borlappal a bornegyed.hu-n lehet megismerkedni.